Na, sziasztok, minden vagyok, és itt minket következő videóban lesz. Sziasztok! Amúgy nagyon durva, hogy ez már mennyire ilyen megszokott beköszönés lesz, hogy sziasztok! Vá, ezt nagyon bírom. Na, szóval, ugye az előző videókban már mondtam, ja igen, itt tart velem kis is, mielőtt valaki azt hinne, hogy nem tart itt velünk, szia kis. Szóval az előző videókban már említettem, hogy ugye van ez a napi jutalom dolog, szóval, hogyha valaki részt akar venni egy ingyenes pégetlenes termék megnyerésében, akkor az mindenféleképpen írja le a kommentbe, hogy napi jutalom, és részt vett ezen a nyereményjátékon. Minden nap vannak ilyen nyereményjátékok. Igazából annyi lényeg, hogyha feltöltök egy új videót a PGT-re vagy Danigame-re, oda kell írni napi jutalom, és fel kell iratkozni az összes csatornámra, mind a 4 darabra, mert a feltkozóim között szeretném ezeket kisorsolni. Nos, vagyunk is akkor bele a dolgokba. Itt van kis, mindegy, ezt már egyszer elmondtam. Jaj, azt tudom, hogy mi van. Na, vegyük ki gyorsan cuccokat. Kop-kop, halló! Ki az? Hello, szia, bejött még egy falusi? Cső, szia, újjaj. Hello, mondjad, de amúgy már itt, él abban is itt volt kettő falusi, nem tudom, hogy miért, de mindegy. Szia, mondjad, jaj, de közel jössz, szia. Lenne egy kis problémám, na, mondjad nyugodtan a problémádat. Szívesen meghallgatok bármilyen problémát, meg tudok segíteni, meg ilyesmi, legalábbis remélem. Viszont közben addig kisnek adjunk kaját, egyék is jó sokat. Na! Szerintem az embereket átverik az embereket a faluban. Átverik az embereket a faluban. Ki veri át? És miért veri át? Vagy ezt nem tudom, hogy hogy érted. Wow, oké, mindegy. Hát valaki akkor átveri az embereket a faluban adományokkal. Adományokkal verik át az embereket a faluban? Wow, oké. Kötelező a falu vallás miatt. És honnan gondolod, hogy ez átverés? Vagy nem tudom, igazából érdekesnek hangzik. Átveri valaki így az embereket, hogy adományokat gyűjtsz. Ez eléggé durván hangzik, azért ez nem mindennapi dolog. Azért nem is tudom, miért kötelező. Miért kötelező? Hát mondjuk ez, ja, igazából jogos felvetés, hogy miért kötelező. Bár szép dolog adományozni, az biztos, de meg hova megy? Jogos, oké. Oké, rendben van, akkor utána nézek ennek. Viszont nem tudom, hogy hol van ez az egész dolog. Tehát, hogy nem szégyen, mi az, nem szegényeknek, hanem Istennek kell. Istennek kell adományozni. Hát oké, jó, rendben van. Akkor figyelj, átnézem, hogy tényleg igaz ilyen. Jó, és a kútba kell dobálni, a kútba. Abba a kútba? A fő kútba? Oké, jó. Rendben, oké, akkor figyelj, átnézem a dolgot, jó? Oda megyek, viszont nem tudom, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani, mert ahogy látom, ott van egy őr. Azon az őrön meg nem tudom, hogy fogunk átvenni. Köszi a segítséget, nincs mit, én köszi. Meg, vagy se nem tudom igazából, ja. Na jó, kis, akkor gyere, menjünk szerintem, és akkor nézzük meg, hogy hogyan fogjuk ezt vajon egyetlen megoldani, vagy bármi. Gyere kis, gyere. Jó, oké, na nézzük. Mondjuk, nem tudom, mindegy, beledobok szerintem akkor egy ópialmát, vagy valami. Hello, jó napot kívánok, Dani. Mi az? Kihívott, és miért hívott? Gyere vissza, jövök vissza, oké. Nem tudom, hogy ki, ezt a falusi mondta? Gondolom, hogy a falusi mondta. Mondjad! Hol vagy? Itt vagy? Itt van kint? Itt van, szia, hello, mondjad, na, cső. Mondjad, mi az? Ó, Istenem, eléggé össze-vissza videó, elfelejtettem valamit. Na, mondjad, mit felejtettél, amit, bocsa, srácok, ó. Köszi, adtál és már adott, csali. Aha, ezt kéne bedobnom, oké, jó, rendben van, oké, rendben, köszi szépen. Jó van, oké, akkor ezt kell bedobnom, vagy nem tudom. Jó van, oké, megpróbáljuk. Srácok, amiközben tényleg bocsi, hogyha egy kicsit én összetetlen vagyok, csak nagyon-nagyon fáradt vagyok, mert nem aludtam szerintem olyan 24 órája, vagy 30 órája, nem tudom, nagyon-nagyon fáradt vagyok, egyszerűen nem tudok aludni. Szóval tényleg bocsi. Na de akkor próbáljuk is meg akkor ezt beizélni, bedobni és valahogy elcsalni, vagy nem tudom. Szevasz kisapám, hello! Szia őr, jó napot! Jöttem adományozni, meg ilyenek, jaja. Jaj, kis léci, menj már arrébb. Eddigiek hova lettek? Hát most tudtam meg, hogy kell egyetlen ilyet csinálni, szóval ja. Ezt a sorozatot szeretném felajánlani a isteneknek, a falu isteneinek. Kettő alkalmat is kiadtál, jó, tessék, itt van a smaragd, bedobom. Minden tök jó, meg ilyenek, nagyon jó. Ezzel meg is vagyunk, ugye? Igen, nagyon jó, igen, legalábbis remélem, ugye? Meg vagyunk, őr, ennyi kellett? Igen, legközelebb pótolsz. Igen, esküszöm, remélem, persze, igen, hello. Jó van, oké, és most mit kell csinálni? Tehát oké, hogy most csá. Nagyon jó, nagyon kedves. Szóval most ezt értem, hogy most ezt értem, hogy beledobtam a smaragdot, de
Mikor fog innen, nem tudom, lelépni, vagy valami, esik az eső? Wow, esik az eső, oké. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy az esőben nem fogott állni? Léci jelentse azt, hogy az esőben nem fogott állni? Szét fogok ázni, jó, oké. Oké, könyörgöm, menj onnan! Menj onnan el, állj már el! Nem fog elállni, menj onnan el, meg fogjuk nézni, milyen ott lenne a kútba, srácok, hogy egyetlen hova kerülnek ezeket az ajándékok, vagyis adományok, és kiderítjük, hogy vajon tényleg kamu-e. Amúgy is este van, megyek, jó, oké, elmegy. Na, királyság, jól van. Ó, ez az, nagyon jó, ajaj. Jó napot, rendőr úr, hello, én csak így járkálok. Jó van, oké. Oké, bemegyünk. Jó, oké, itt a smaragdom. Sehol nem tűnt el, semmi nem történt vele, oké. Ez csak így itt kéne, hogy maradjon, vagy mi? Itt vannak ládák, ó. Oké, itt van egy csomó smaragd, meg gyémánt. Aha. És ezek így, mindegy, hát ezek itt vannak, igazából ott így tárolják őket, ebben itt semmi extra nincsen. És így egyéb valami amúgy nincs itt. Tehát, hogy így, erre itt még van egy járat. De itt fel lehet menni. Aj, nem már. Ez nagyon nem tűnik pozitívnak. Ez nagyon nem tűnik pozitívnak. Na mindegy, felmegyünk, megnézzük. Hello. Wow. Hello. Úristen, mennyi falus jön itt. Mi történik itt? Hello. Szia. Hello, te ki vagy? Szia. Hello, cső. Te mégis ki vagy? Vagy nem tudom. Új vagy? Hát, ja, gondolom, nem tudom, mik vannak itt. Ez mi ez a hely? Polgármester vagyok. Aha, és te úgy alszol, hogy itt van körülötted 10 darab falusi? Így vigyáznak rád? Vagy nem tudom, hogy miért vannak itt, vagy mit tudom én. Rajongóim, aha. Értem, és aha. És figyelj már, ez a te házad? Ez a most itt vagyunk? Pénz kell nekik, full gazdag vagyok, aha. Jóét, szia. Jó, oké, akkor ez, szerintem ez az ő háza, nem? Itt egy könyv, terveim, aha. Oké, nézzük meg. Bevásárlista, új TV, PS4, Xbox, új PC, aranyaklánc, óra, a többi pénz pedig mindenfélére költeni. Elkölteni. Aha. És ez kicsit nem gyanús, hogy ez pont így ide jön, és pont ugyanolyan láda van, mint ott? Figyelj majd, de hallod, polgármester? Nem ismerős neked valami kút, ahova adományokat dobálnak? Esetleg? De. Nem lehet, hogy esetleg véletlen, pont te azokból az adományokból veszed ezeket az új dolgokat, meg ilyenek? Mert hogyha ez így van, az nem tudom, nem túl pozitív, meg ilyenek. Isten tulajdona, nem lopnék belőle. Aha, és akkor mivel bizonyítod ezt a nagyon nagy könyvet? Meg hogy itt lent ez elvezet konkrétan oda a jutalmakhoz, vagy az adományokhoz, ahol be kell dobálni. És egy ugyanolyan csesz van nálad, mint ami ott van lent. Aha, tehát ez ilyennyi volt? Erre már nincsen magyarázat, vagy mi van? Erről nem tud semmi, nem tudom kitalálni bármit. Én üzemeltetem. Aha, tehát te üzemelteted, és ezt el is költöd saját hasznokra? Tehát saját dolgokra ezeket te elköltöd? Amiket te adományokból gyűjtesz? Tehát ezzel így azt akarod mondani? A kutat. Értem, de a kútba dobálják be a dolgokat. Na figyelj, most az a lényeg, hogy a kútba dobálnak be dolgokat, és te abból az adományból veszed meg magadnak a dolgokat? Ez volt a kérdésem, polgármester. Én nem lopok, az a lényeg, hagyj aludni. Aha, értem. Jó, rendben. Hát akkor félfelem ezt máshogy is csináljuk. Tehát akkor én szólok a rendőröknek, aztán el van intézve. Na, engedd ki, hogy kell kimenni. Engedj ki. Ne. Na mi van, ennyi volt a nagy izéd? Most már hirtelen érdekel a dolog, vagy mi? Hova megy? Na, figyelj ide, ne menj. Hát nem azért mondom, de te adományokat gyűjtöttél, köves. Jaj, ne szívastok, hogy most le akar engem fizetni, vagy mit akar? Jaj, nem már. Nem már. Most mi van itt? Igen? Most mi az? Ide... Most mi van? Most mit csinál? Igen, mondjad? Ó, Istenem, annyira látom előre, hogy most meg fogom veszgetni. Ez a ház üres. Igen, látom, ez a ház üres, és? Mi van ezzel a házzal? Nekem akarod adni, vagy mi? Senki nem fogja megtudni, nem éri meg? Aj, ne már, ne szívass már, ez nagyon csúnya dolog, főleg az, hogy ezek, ez is a pénz valószínűleg az adományozóból van. Tehát, hogy, Istenem, nem, én ezt nem bírom. Ezt én nem bírom, én biztos, hogy szólok a rendőrnek. Hello, rendőr úr, jó napot kívánok, jó napot, ó, itt van kis is. Hello, gyere, szia. Jaj, szegény polgármester. Nos, jó napot, rendőr úr, az a dolog történt, hogy van a polgármesterünk, és adományokat lop, úgymond, falusiaktól. És hogy mondjam, megcsinált ezt a szerencsekutat, ami elvileg az Isteneknek meg, vagy nem tudom. És igazából ő kapja meg az összes pénzt, és elkölti saját dolgokra. Igazából ennyi a lényeg, és ott is volt a bizonyíték. Mivel bizonyítja?
Egy pillanat, meg kell szereznem a könyvet. Hol a... izé, itt van. Jó, rendben van. Jó, ez megvan. Itt hagyta a könyvet, jaj Istenem. Jövök, köszi amúgy. Jó, oké. Itt a könyv. És ha valaki beúrik a kútba, akkor izé utállak. Ja, és ha valaki beúrik a kútba, akkor innen oda tud menni meg minden izé. Szóval, ja, ezt meg tudja ön is nézni, hogyha akarja. Ennyi nagyjából amúgy a bizonyíték, de szerintem ez épp elég bizonyíték. Meg amúgy videóra van véve minden, szóval ezt majd elküldöm önnek, vagy valami. Ja, igazából így ennyi. Szóval az adományok nem adományok. Így van, és ő ebből vesz PS4-et, meg ilyeneket. Meg mindenféle hírnevet, meg ilyenek. Ja, rendben. Na, oké, akkor ez így el van intézve? Polgármester, ja, Istenem. Jó napot, polgármester, akkor önnek beszélne a rendőr úr. Istenem, szép napot. Istenem, hogy mennyire gonosz talvaj vagy. És kihasználod a izéket. Szegény ártatlan falusiakat. Na, jól van. Srácok, figyeljetek. Én szerintem itt én elköszönök. Elvektel opció. Ők megbeszélik a dolgaikat. Ki vagy rúgva? A rendőr kirúgja a polgármestert. Azért az durva. Jól van. Eléggé komoly. Na jól van. Srácok, kísértem addig kis. Adok neki kaját. Szerintem te vagy kirúgva. Jó, mindegy. Ezt majd ők szépen levitázzák. Csá a faluból. Jó, mindegy. Ezt majd ők levitázzák. Tehát srácok, köszönöm szépen, hogy tudok velem ebben a videóban. Ha tetszett, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, meg minden, találkozunk legközelebb, én Nani voltam, és köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Ja, váltok. Szóval, sziasztok!